Minimums 50, 40, 30, 20, 10. Caution, the rain. ...1958-ban születtem egy kis hajdúsági mezővárosban. Szüleimtől vallásos nevelést kaptam, jártam velük templomban. Volt egy bizonyos istenképem, de nem volt egy személyes kapcsolatom Istennel. Ez az istenkép aztán sem gyerekkoromban, sem fiatal felnőtt koromban nem tartott vissza semmilyen csibészségtől. Nagy vagány voltam, diszkóba jártam, volt egy motorom, salakmotoroztam, bár ez csak egy évig tartott, mivel közben fölvettek pilótának. Tudtam, hogy a motorozás veszélyes sport, féltettem a repülő orvosimat, ezért a salakmotorozást feláldoztam a repülés oltárán. Később már pilótaként dolgoztam a Nemzeti Légitársaságnál. Békés, örömteli családban éltem, a házasságom jól működött. Úgy gondoltam, mindent, amit elértem az életemben, a kemény munkámnak és a kitartásomnak köszönhetek. De valami mégis hiányzott az életemből. Valami még kellett. 33 éves koromban a gyerekeinket beirattuk egy keresztény óvodába. Elkezdtem beszélgetni az ott dolgozókkal Istenről, a Bibliáról, ami engem teljesen felkavart. Úgy éreztem, hogy az eddigi istenképem az hamis. Valami több, valami sokkal több van ebbe. Azt gondoltam, hogy az alap hiányzik, vagyis nincs meg a lényeg. Aztán elhívtak egy evangelizációra, ahol olyan üzenetet hallottam, amit úgy éreztem, hogy betört egy időt az életembe. Emlékszem rá, hogy azt mondtam magamban, hogy ez az, amit egész életembe kerestem. Elkezdtem olvasni a Bibliát, bevallom, talán azelőtt gyerekkoromban olvastam utoljára. Nagyon megfogott és újszerűnek hatott. Azt gondolom, hogy a kereszténység egyik lényege, hogy megtanulunk normálisan élni. Kialakult bennem egy bizalom Isten felé. Ez akkor is megmaradt, amikor kórházba kerültem, és kétszer egymás után megoperáltak. Vérző gyomorfekélyem volt, majd hasüveg és hasátragyulladásom. Napokig voltam életveszélyben. De a történetnek sajnos ekkor sem lett még vége. A jobb oldalomra lebénultam, mindkét szememben megvakultam, elvesztettem az eszméletemet, lélegeztetőgépre kerültem, és az intenzív osztályon találtam magamat. Amikor fölébredtem, rádöbbentem kiszolgáltatott helyzetemre, de valahogy a bizalmam megmaradt Istenben. Éreztem, tudtam, hogy meg fog segíteni, hittem benne, hogy meggyógyulok. Hetekig gyakoroltam, újra megtanultam fogni a kezemmel, aztán hirtelen fordulat következett be az állapotomban, meggyógyultam, minden lehetséges vizsgálatot elvégeztek rajtam, és újra visszakaptam a pilóta engedélyemet néhány hónappal később. Én azt gondolom, ez nem kis dolog. Szakmailag is szépen haladtam előre. Talán egyik csúcsa az volt, amikor 2008. augusztus 20-án egy Boeing 737-essel csináltam egy alacsony áthúzást a Duna fölött a parlament előtt. Életemben többször megtapasztaltam, hogy bízhatok Istenben, nyugodtan hagyatkozhatok rá. Egyszer a munkahelyemen áthívtak dolgozni az egyik osztályról a másikra. Jónak tűnt ez is, jónak tűnt az is, de nem tudtam eldönteni.
Úgyhogy gondolkodási időt kértem, és elkezdtem imádkozni. Kértem Istent, hogy mutassa meg, hogy most jobbra vagy balra. És az utolsó napokban Isten szólt hozzám. Persze nem hallható hangom, de békességem volt abban, hogy menjek. A régi munkahelyemen az osztályvezető kb. 2 hét múlva lemondott, és ha maradok, akkor előreléphettem volna a ranglétrán. Mondták is a kollégáim, te Karesz, biztosan jól döntöttél? Én mondtam, hogy igen, hiszen Isten vezetett így. Így lesz jó nekem. Kb. 2 hónappal később a légitársaságnál létrehoztak egy új osztályt, és felkértek annak a vezetésére. Ez egy sokkal magasabb és komolyabb pozíció volt, mint ahova kerülhettem volna. Nem sokkal később összefutottam a kollégáimmal. Ott volt köztük ő is, aki annak idején cinikusan megjegyezte, a te Istened most tévedett. Erre én most mondhattam neki, látod, az én Istenem soha nem téved. Sokba írja az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ez van megírva a Bibliában. Keresztény ember pont ugyanolyan életet él, mint a nem hívő. Érik problémák, jöhetnek betegségek, öröm, bánat, gyász, bármi, de mégis van 2 nagy különbség. Az egyik az, hogy az Istentől kapott bölcsességgel előre tudod alakítani az életednek a folyását. A másik pedig az, hogy biztonságban érzed magad, mert tudod, hogy Isten mindig mögötted áll. Lakatos Károly, Felmentve.